A Szapiencián annak idején volt olyan feladatunk, hogy valós szereplőket fiktív közegbe kellett ábrázolni. És ez volt a feladat, hogy találjunk ki egy olyan fikciós sztorit, amiben bizonyos valós szereplők mi választunk ki, önmagukat játsszák, de egy olyan dramaturgiai szerkezetben, amit én irányítok rendezőként. És az én megoldásom erre a feladatra az a We Are the Champions című dokumentumfilm volt kb. 10 évvel ezelőttről, amiben azt csináltuk, hogy hajléktalanokkal karácsonyt ünnepeltünk január közepén. És azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen nagyon erős élményem, amihez hasonlót aztán nagyon sokáig nem csináltam. Igazából a Filmművészeti Egyetemen Budapesten csináltam még egy dokumentumfilmet, de abban nem voltak fikciós elemek, úgyhogy ez a Mesék az Árkából volt az első ilyen. Viszont itt újra így aktiválódtak ezek az élmények bennem, meg ez a fajta kíváncsiság. És ez a játéktér, amit így a fikció tud képezni a valós emberek életében. Olyan apákat kerestünk, akik meséket írnának gyerekeiknek, abból a célból, hogy ezekből aztán mesefilmeket készítsünk az apákkal, meg a gyerekekkel közösen. És igazából ez volt a húzó ereje ennek, hogy a gyerekeikkel megpróbálunk egy olyan nyelvet találni közösen, ami erősíti az ő kapcsolatukat a gyerekeikkel. És amiben van valamiféle játék, kreativitásnak valamiféle szabadsága, és hogy egy ilyen eszközt adunk a kezükbe. Valamilyen módon természetesen ez hozzátartozik az is, hogy valószínűleg bennük is volt egy olyan gondolat, hogyha ebben részt vesznek, akkor lehet, hogy a börtönön belül nagyobb mozgásterük lesz, lehet, hogy több beszélőt fognak kapni. Mindenféle ilyen külön tevékenységet általában így a börtön az díjaz valamilyen módon, de nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ez volt a legfontosabb, hogy egyfajta talán láttak valamiféle, ha nem is biztosítékot, de valami plusz lehetőséget annak az elkerülésére, hogy így megszakadjon a családjuk a kapcsolat, mert statisztikailag nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy egy fogvatartottnak megszűnik a kapcsolat a családjával, és ezt úgy nagyjából mind próbálják elkerülni, és ez erre egy ilyen jó eszköz volt. A börtönrendszer az azért figyelt arra, hogy az az oldal kerüljön bemutatásra, ami a normáknak megfelel. Nyilván ez nem meglepetés, hogy Magyarországon is, és mindenhol a világon a börtönök azok kemény helyek, ahol olyan dolgok is történnek, amik ártalmasak, és amik nem építik az ott levőknek a belső világát, hanem nagyon destruktívak. Részben ez adódhat a rendszerből is, de abból is, hogyha 6 férfi össze van zárva egy cellába évekig, anélkül, hogy szociális kapcsolataik lennének, hogy nőt látnának, hogy meg tudják élni a fizikai és emocionális igényeiket. Egy ilyen alaphelyzetből természetesen következik az, hogy az agresszió és mindenféle elfojtott düh. Valószínűleg, hogyha engem beraknának, velem is ez történne. Ez egy nagyon, nagyon nehéz ügy, hogy ezt hogyan lehet úgy kibekkelni, hogy egy börtön egy wellness hotel legyen, de valódi esélyt adjon arra, hogy érzelmileg és intellektuálisan az ott levők fejlődni tudjanak, és úgy tudjanak fejlődni, hogy aztán sikeresen tudjanak visszaintegrálódni a társadalomba. Ami engem vonzott,
az ennek a paradox, ennek a kettősége, hogy ezeknek a férfiaknak a fizikalitása, ez a nagyon erős macsó kultúra, amiből jönnek, aminek nagyon erős, fontos része akár az agresszió, keresztüli erőfitoktatás, és ami a legtöbb esetben nagyon távol áll bármiféle játékosságtól. Ebben éreztem egy olyan izgalmas drámai feszültséget is, meg vizuális feszültséget is, meg nem tudom, tesztoszteron feszültséget is, meg emocionális tartalmat, ami igyekezett izgatni. A szeretetnek nagyon sokféle nyelve van, azt gondolom, és ez valahogy számomra egy hiteles szeretetnyelv volt. Mert nagyon sok feszültség gyűlt fel a családban, amíg az apa távol volt, és nagyon sok szeretet is, meg nagyon sok szeretet hiány. A sorsnak, meg ezeknek a helyzeteknek a nagy paradoxonja, hogy az apa, aki távol van, és évekig nincs a családdal, és általában ő cseszett el valamit nagyon, ami miatt a családnak évekig le kell mondania egy apáról, így a távolból egyfajta ilyen piedesztára kerül, és így ilyen távoli sóvárgás és bálványozás tárgya lesz, míg az anyák, akik a hátukon viszik a családot éveken keresztül, azok állandó szivatásnak vannak kitéve. Ez volt az első ötlet, hogy miközben a valódi életben nagyon nehezen kapcsolódnak ezek a családok, és a nagyon körülményes az, hogy egyáltalán egy térben időt töltsenek együtt. Közösen létrehozhatunk egy olyan fantáziavilágot, amiben találkozhatnak, miközben a valódi életben nem. És akkor erre az ilyen első ötlet, ez a green screen volt, hogy a család, hogy a fogvatartottak nem mehetnek ki a börtönből, és ott velük forgassunk egy zöld háttér előtt, a családok nem mehetnek be a börtönbe, és akkor velük meg egy stúdióban, és akkor a utómunkában rakjuk ezt a kettőt össze. És ez volt így az első ötlet, és aztán ahogy közelebb kerültük a családokhoz, úgy elkezdett kitisztulni az, hogy melyik családnak milyen filmes, játékfilmes erényei vannak. Nyilván nem véletlenül ők kerültek be a filmbe, mert ők bennük volt meg ez a fajta nyitottság, de mivel bennük ösztönösen meg volt ez a nyitottság, ezért az én dolgom igazából csak annyi volt, hogy ne éljek vissza ezzel a bizalommal. Tehát, hogy az én jelenlétem és az, ahogyan felé közelítek, az abban ne legyen semmilyen játszmázás, se ilyen erőltetett leereszkedés, se semmi olyan hamis attitűd, ami bennük is diszkomfortérzetet kelthet. Iszonyat bonyolult volt az egész filmnek a szerkezete. Az, hogy egyszerre látjuk a apákat a börtönben, a családokat kint, az alkotás folyamatát, látjuk a meséket, látjuk azt, hogy ők hogyan reagálnak, és mindez beszorozva háromszor, az olyan sok irányú fókuszt jelent, amit általában egy hagyomás narratíva nem bír el, és nem vagyunk hozzászokva ennyiféle fókuszhoz. És bár remélhetőleg a film felől visszanézve, vagy az elkészült film felől visszanézve ez nem tűnik akkora trúvájnak, mert valamennyire az emberek tudnak kapcsolódni hozzá, meg így össze tudják rakni, hogy ki kicsoda, és érzelmileg is talán valamennyire bevon. De így nagyon sokáig, tehát hónapok, tehát több mint fél év telt el a vágásból addig, amíg először elkezdtük mutogatni, és hozzáértő emberek nem tudták egymástól megkülönböztetni a szereplőket. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy már szinte kész a film. Olyan távol voltunk attól, hogy bármilyen módon kapcsolódni tudjunk ehhez, hogy így azt éreztem, hogy hát ez egy nagyon szép szociális projekt volt, családok is örültek neki, a mesék azok ilyen jó pofák, de ez mint egész estés film, ez így nem értelmezhetetlen. És aztán még tartott kb. Egy fél évet a vágás, amíg még így összeállt, úgyhogy akkor így elhittük, hogy ez így működik.